humorisztikus elemekkel átszőtt, nagy hatású költői világ, a líra és a dráma műfajában is kiemelkedő életműve elismeréseként, a Magyar Művészeti Akadémia Nemzetművészeti Bizottsága a Nemzetművészet címet adományozza irodalom művészeti területen, Kis Anna, Kossuth-díjas költő, drámaíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére. Mert költő éli a költészetében is, és hogy ez az ország itt a hazája, szól Kis Anna arcpolitikája. Az orvosi tanulmányokat folytató, végül magyar-orvos szakmai diplomát szerző költőnőt 1967-ben az Alföld című folyóirat mutatta be, majd a Költők egymás közt című antológiában szerepelt Nagy László bevezetőjével. Kis Ferenc irodalomtörténész által pontosságáért az egyetlen becsületes szürrealistának tartott szerzőnő életművében 8 mesekönyv is helyet kapott, amelyek más műfajú kötetekkel párhuzamosan születtek, egyrészt férjének ösztönzésére, másrészt Csukás István bátorítására. Kis Anna életművének középpontjában a régi idők civilizációs tartalmait, az archaikumot és a népi kultúrát integráló művei állnak. Miközben a költőnő saját koráról szóló versei is jelentős helyet képviselnek. Kis Anna saját bevallása szerint a figyelmes olvasónak ír. Különleges költészete a forgoló, a mese, a ballada, az archaikus népdal, a régi magyar költői nyelv elemeiből rövidkezik. Motívumrendszerének alapvetése, hogy számos személyt jelenít meg költői világában, akik nem mindig azonosíthatóak, leginkább külön világot alkotó allegóriák, lényegében a belső állapot kivetülései. A népi hiedelmek, szokások, magonák, rituális események szépirodalmi megjelenítésében Kis Anna legfontosabb elődei Borna Visszapéter, Arany János, Forguló örökségű balladái, Ady Endre, Zsinka István népi mágikus szemléletű versei, továbbá Erdélyi József, József Attila, Vörös Sándor voltak. A világirodalom nagyjai közül olyan alkotókkal állítható párhuzamba, mint a kulturális antropológiai fonalakkal átszőtt történelmi témájú regények szerzői, Csingiz Ajmatov, Gabriel García Márquez, és akkor néhány sor Vadult Pejrek című verséből, Kereng a bohoz égen, veszélyes tintakékben, Tüskén túl, lenne égen, Vadult Pejrek. Tudja a téli súlyom, mi múlik egy kis kórumon, fordul a puszta hegyeknek, hol a vizek erednek. Kedves vendégeim, a Magyar Művészeti Akadémia Nemzetművészeti Bizottsága tehát a Nemzetművészet címet adományozza irodalom művészeti területen Kis Anna Kossuth-díjas költő, drámaíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére. Ezért áll még a világ. De a művészetek hatása rendkívüli. Saját életemben hozott példát rá. Ifjúságom legnehezebb éveiben, amikor a hazám a sötétséggel nézett szembe, és magam is. Volt egy katartikus zenei élményem. Ingyen jegyes olvastam hallgatóként, hallgathattam Bartók első tudtam a legyetlen hegedű versenyét, és én is írtam.
ez felszabadta a sötétséget előtte. A kétségbeesésemet átfordította. Erőt adott arra, hogy az életemben is változtassak, hogy mégis a költészetet válasszak életem útjának. Akkor ezt én nem tudtam hogy megköszönni. Most köszönöm meg. És ezt a díjat is nagyon boldoggá tettem.